azonosítsuk be, és a rendbontó ellen eljárjunk, tehát ne tudjon kimenni a stadionba. Ez van nyugaton. Ön azt mondja, hogy a huligánokat fogják adatbázisba tenni, a huligánokról az egyszerű szurkolókat önök nem teszik adatbázisba, és a következő mondatával pedig azt mondja, hogy mindenki csak névre szóló jegyet vásárolhat, ahol lediktálja az adatait és hasonlókat. Hát a kettő ellentmond egymással. Hát abban a pillanatban a szurkolókról fognak adatbázist csinálni, arról azokat a szurkolókat kriminalizálják, akik nem követtek el semmit. Aztán beszéljünk őszintén. Tehát az előterjesztő expozéban is szerepelt, hogy új elem, a biztonság referens. Hát államtitkár úr, biztonsági igazgató az MLS szabályzata szerint eddig is kötelező volt. El kellene akkor olvasni. Eddig is volt kötelező biztonsági igazgató, a biztonsági referens ugyanaz, mint a biztonsági igazgató. A kettő közt nincs különbség, tehát eddig is volt. Ez nem hiszem, hogy olyan nagyot fog változtatni, vagy lendíteni a dolgokon. Tehát még egyszer mondom, először is nem fordítva kellene elkezdeni. Először infrastruktúrát kellene fejleszteni, először el kellene érni, hogy minél több néző járjon ki a mérkőzésekre, és nem olyan rendelkezéseket kellene hozni, hogy a meglévő nézőket is elriasszuk a pályáktól, a szurkolókat, a normális szurkolókat kriminalizáljuk és bűnözőként kezeljük, amikor nem tettek semmit. A rendbontókat kellene így kezelni, és hogyha ez így lenne, akkor támogatnánk, de sajnos ez szerint a törvény szerint jelen pillanatban ez nem így van, hanem az egyszerű szurkolókról készítenek önök adatbázisokat, és ezeket a szurkolókat próbálják meg kriminalizálni, azokat, akik nem tettek semmi rosszat egyelőre. Köszönöm szépen. Megadom a szót Kontrájt Károly államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, Szilágyi képviselőtársam kérdésére reagálnék, hogy mikor voltam én labdarúgó mérkőzéseken. Én a pápai csapatnak a szurkolója vagyok, és ebben a tavasz nem voltam annyit, amennyit szerettem volna, vagy amennyit kellett volna. Ebben a tavaszi szezonban a Pápa Zalaegerszeg és a Pápa Kispest Honvéd hazai mérkőzéseket láttam, de nem is ezt akarom példának felhozni, hanem azt az emlékemet, ami 2002 őszéhez fűződik, a stadionunk, az új gyönyörű stadionunk avatásának során az első NB1-B, és akkor még NB1-B is volt a pápai csapat, és Pesznek Pápa Egyesített Labdarúgó Klubnak hívták. Az első hazai mérkőzésünk, ami egy gyönyörű őszi napon volt, az a Szombathelyi Haladás elleni mérkőzés volt, és alig, hogy elkezdődött a mérkőzés, a vendégszurkolók a részükre elkülönített vendégszektorba, a gyönyörű műanyag székeken ülve, alig, hogy elkezdődött a mérkőzés, elkezdték a székeket föltépni, elkezdtek gyújtogatni, elkezdték a korlátot ledönteni, semmiféle okuk nem volt. A játékvezető semmiféle döntést nem hozott, semmiféle olyan, a hazai szurkolók gyönyörködtek a stadionba, a csapatba, a jó időbe, abba, hogy szurkolhatunk, és végre megértük, hogy ennek a városnak ilyen jó csapata és ilyen jó stadionja van. És kérem szépen, a szombathelyi drukkerek mindenféle ok nélkül nekiálltak, és mindenféle következmény nélkül nekiálltak a gyönyörű vendégszektort tönkretenni. Tisztelt képviselő úr, remélem, hogy végighallgat majd. Tehát ez a törvényjavaslat a sporthuligánok, a rendbontók, a vandálok ellen irányul. Közérdek az, hogy a sportbiztonság megvalósuljon a közbiztonság részeként Magyarországon. Minden törvénytisztelő, jogkövető, önkéntes jogkövető állampolgár nyugodtan járhat családostól labdarúgó mérkőzésekre és minden sporteseményekre, hogyha ezeket a jogszabályokat a parlament elfogadja, és ezeket a jogszabályokat a gyakorlatba át tudjuk ültetni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert arra nincs magyarázat, ön egy Fradi Újpestet idézett, hogy a Fradi Újpest mérkőzés előtt a szurkolótáborok, mintha háborúba állnának, olyan módon közelítenek egymáshoz vagy a stadionhoz. Erre semmiféle ok nincs, erre semmiféle magyarázat nincs. Úgy gondolom, én is voltam Fradi Újpest meccsen, a kettős rangadón is voltam stadionban, 1978, emlékezetem szerint 78-as argentin VB utáni kettős rangadón voltam, nagyon jó mérkőzés volt. Én úgy gondolom, hogy és békés körülmények között zajlott. Úgy gondolom, hogy a sportnak, a labdarúgásnak, a sportról, a labdarúgásról kell szólni, arról, hogy ez egy szórakozás, ez egy kikapcsolódás, ez egy program a nézőknek. Olyan feltételeket kell teremteni, hogy ezek a követelmények megvalósuljanak. És tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés,
ez a 5 törvénymódosítás, hiszen ugye, ahogy elmondtam az expozéva, ez a törvényjavaslat 5 törvénymódosítását tartalmazza, ez a közérdeket szolgálja. Én abba bízom, hogy ez minél nagyobb támogatást kap, és hogyha a parlament ezt elfogadja, és hatályba lép ez a törvény, akkor azt mondhatjuk, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar sport eredményei javuljanak, hogy a magyar labdarúgás eredményei javuljanak. Valóban egy csapásra ettől nem jutunk be az Európa-bajnokság mezőnyébe, de a feltételét, egy fontos feltételét megvalósítjuk. Ezért kérem önöket, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen. 2 perces reagálása, megadom a szót Szilágyi Györgynek, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, 2001 óta bünteti a büntető törvénykönyv a sportrendezvényeken elkövetett garázda magatartásokat. Amikor 2001-ben elfogadták ezt a módosítást, akkor hasonló érveket hallhattunk, akkor is azt mondták, hogy majd ez meg fogja változtatni. Most arra hivatkoznak, és azt mondják, hogy, és elismerik önök is, nem váltotta be a reményeket szakmailag ez a módosítás, és ezért ismét változtatni kell. Most ismét elmondják ugyanazokat a reményeket, de igazából semmit nem tesznek az ügynek az érdekében, hanem egy teljesen más jellegű törvényjavaslatot nyújtottak be. Ezt nem érti meg, és ezt nem fogadja el. Most visszatérünk az előre bejelentett felszóló köréhez, és megadom a szót Varga Lászlónak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Azt gondolom, egy olyan általános vitán leszünk ma, ahol talán Kovács Péterrel lényegesen több dologban értünk majd egyet. Ez is egy örömteli dolog lehetne önmagában. Azonban úgy gondolom, hogy talán eszközökben, hangsúlyokban, egyes tényállásokban nem biztos. Én is olyan ember vagyok, aki hát jár rendszeresen sporteseményekre, labdarúgó mérkőzésekre, én DVTK szurkoló vagyok, de a tavasszal minden hétvégén igyekeztem eljutni a mérkőzésekre. Azt kell mondjam, hogy akkor is igyekeztem felemelni a szavamat, amikor még kormányzásunk idején olyan jelenségeket tapasztaltam, amit a rendőrség részéről éreztem egy kicsit túlzónak, de olyankor is emeltem a szavamat, amikor adott esetben mondjuk a FTC, DVTK mérkőzés után tapasztalhatóan a szurkolói magatartás nem volt megfelelő. Tehát a kettőnek azt gondolom az arányait megfelelően meg kell találni, és azt hiszem, hogy a 2009-es módosító csomagunk, saláti jogszabályunk azokra a problémákra, amit persze valósan vetett fel államtitkár úr is, meg Kovács Péter is, azoknak szerintem a túlnyomó részére megoldást talált. Szerintem nem lehet nem észrevenni, hogy azért azok a fajta jelenségek, futballhuliganizmus, ami mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jellemezte mondjuk Magyarországot, az azért már abban a formában nincs ennyire mélyen benne a sportesemények életében. Több oka van ennek, nyilván lehetne mondani, persze az is, hogy például kevesebben járnak meccsre. Nyilván ez is egy oka lehet, és sajnos a színvonal is ennek az egyik oka lehet. De azért azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jogszabály változott meg az előző kormány idején, amelynek a hangsúlya, a mértéke talán már elégséges volt ahhoz, hogy megfelelő fenyegetettséget jelentsen a rendbontók számára. Mire gondolok? Ugye a jogszabály módosításuk maga saláta formában történik, ugye nagyon sok pontra kell kitérnem. Az elsőként talán arra, hogy ugye a sportrendezvények rendjének megbontása eddig ugye szabálysértési formában volt, és 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal is büntetendő volt. Ismerjük jól, hogy a bíróságok már ezekben a jelenségekben gyorsított eljárásokat alkalmaztak, elzárást alkalmaztak, tehát nagyon sok olyan hát döntés született, amely gyors, hatékony intézkedést mutatott. Ugyan általános vitára alkalmasnak tartottuk az egész javaslatot, hiszen persze természetesen ebben a tekintetben sose lehet tökéletesen biztonságos minden rendezvény, törekedni kell rá. Azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy milyen módosítások lehetségesek ahhoz, hogy a céljuknak megfelelően jobban szolgáljuk ezt a célt. Azt hiszem, hogy ahogy jobban végiggondoltuk szakértőinkkel,
ez a, ennek a módosítása és a rendbontás két vétségé és két év szabadságvesztéssel büntethetővé tétele, illetve ennek bizonyos minősített esetekben a 3 év szabadságvesztéssel való büntetése, fenyegetése, mondjuk például egy csoportos alakzat esetén, amely nyilvánvalóan fogalmilag valószínűleg így van egy labdarúgó mérkőzésen, jobb esetben ugye már csoportosan vannak az emberek, de persze vannak olyan meccsek, ahol nem. Szóval azt mondom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit sok. Lehet, hogy ez egy kicsit sok. Én úgy ítélem meg, hogy az eddigi módosítások, amik a 2009-es módosításokra gondolok elsősorban, én úgy érzem, hogy az utóbbi években talán elérték a céljukat. Nyilván ez is mérlegelés tárgya kell, hogy legyen, hogy van-e értelme ennyire kriminalizálni. Itt a kitiltás alkalmazhatóvá válik olyan esetben, tehát az oda-vissza utazás esetében, bizony szabálysértések esetén, van-e, lehet ennek értelme? Kovács Péter hozta pont azt a példát talán, hogy ugye a stadionokat szeretné egyben látni, ugye a mérkőzések után is, és mondjuk a metrókocsikat is, tehát ennek a célnak a szolgálatát feltétlenül meg kell tenni. Nagyon pontosítani kell, hogy milyen típusú szabálysértés az, ami. Mert mondjuk persze lehet egy mondjuk úgy köztisztaság elleni az, hogy valaki egy vesztes mérkőzés után mérgében eldob egy sörös korsót, mondjuk egy műanyag sörös korsót, most akkor finomítsunk. Nem tennék egyenlőségelet talán a inkriminált metrókocsis eset kapcsán. Én azt hiszem, hogy ezt egy kicsit konkrétabban lehetne végig gondolni. Szabályozza a különböző szervek egymáshoz való viszonyát, és itt a versenyt megelőzően itt legalább 30 nappal ellenőrzéseket, tehát a versenysorozatot megelőzően ellenőrzéseket kell lebonyolítani. Ez egyébként eddig is így volt. Tehát ha már egyébként a labdarúgásról beszélünk, azt hiszem, hogy az utóbbi időkben megtörténtek ezek az ellenőrzések. A licenc követelmények feltétele is. Tehát aki már egyébként például NB1-es licenccel rendelkezik, az nem nagyon tud olyan stadionnal rendelkezni, ami ezeken az ellenőrzéseken nem esett volna át. A kérdés az egyébként, hogy ezek mindenre kiterjedtek-e ezek az ellenőrzések, és ezek a műszaki színvonal megfelelő-e. Visszahozzák itt a minősítő bizottságot, tehát a sportrendezvényeket biztonsági szempontból minősítő bizottságok. Lehet ennek értelme, tehát nagyon szerteágazó azok a szervek, intézmények, amik itt felelhetőek, lehet értelme. Felmerült itt ugye, Szilágyi képviselőtársam is mondta, itt a biztonsági felelős referens, valóban így van, minden egyes NB1-es mérkőzésen kell, hogy legyen biztonsági igazgató, tehát ez inkább csak annyit mondanék, hogy ez a kérdés már ilyen módon van szabályozva. Nyilván a biztosítási feladatok kapcsán, normál fokozott, kiemelt kockázatú sportrendezvények kapcsán itt különböző követelményeket szabályoznak, lehet ez. Kicsit talán túl erősnek érzem is, ebbe adok is be módosítót, mert az igyekszem ebbe talán egy kicsit a szándékaikatnak megfelelően is talán módosítani a dolgokat, hogy a vendégjátékra utazó sportszervezet köteles gondoskodni a szurkolók szervezet utaztatására, a saját rendező és vendégszektor biztosításáról. Szóval most itt a második kettővel nem nagyon van baj, sőt azt szerintem mindig jobb, hogyha egy vendégcsapat biztosítását saját biztonsági emberek végzik, de azért azt el szeretném mondani, hogy ez a köteles gondoskodni, ez számomra adhat félreértése okot. Tehát, hogy ez jelenti-e azt, és akkor ez kérdés is egybe, hogy köteles, tehát kötelezővé tehető egy vendégszurkoló számára ebben a szervezett utazásban való részvétel. Mert szerintem ez nem jó irány. Tehát azt gondolom, hogy ez nem jó irány, ez inkább az élet szempontjából mondom azt, hogy nem jó irány. Nyilván nagyon sokféle módon oldják meg az utazást a szurkolók. Én azt gondolom, hogy ez itt egy olyan módosítást kéne tenni, hogy igény szerint. Tehát mégiscsak a szurkolókról szól a labdarúgás is, meg a sportrendezvények. Tehát hogyha nekik igényük van arra, hogy szervezett szurkolás legyen, akkor legyen kötelező a kluboknak mindezt megvalósítani. Itt írják, hogy a biztonsági feltételeket ki kell függeszteni. Jobbára ez így van, egyébként a belépőjegyeken is kötelező feltüntetni, tehát mondjuk ilyen szempontból ez nem áttörés, de hát nem lehet elégszer felhívni nyilván a figyelmet ezekre a kérdésekre. Szigorúbb szabályok a rendezőkre vonatkozóan,
Nem lesz elegendő vagyonvédelmi igazolvány, külön feltételeknek, képesítési követelményeknek kell majd megfelelni. Milyen követelmények ezek, tehát mi fogja ezt szabályozni, ezt most pontosan teljesen nem látjuk, illetve ki szervezhet majd olyan tanfolyamot, bármit, OK és nem OK és bármit, ami majd ezeket a képesítéseket megadja. Mindig van egy kicsi olyan szájíze az embernek ilyenkor, hogy nyilván ez egy privilegizált rendszer lesz, és nyilván az nem mindig jó. Van egy rész, amit nyilvánvalóan a szurkolói anonimitás megszüntetésére irányul. Persze a 2009-es csomagban is volt erre törekvés. Ugye nyilvánvalóan itt a személyi igazolvánnyal való jegyvásárlás szabályaira gondolok, tehát hogy be legyen egyértelműen azonosítható az, aki a jegyet vásárolja. Van olyan ország Nyugat-Európában, ami ebbe az irányba ment. Szerintem egy dologra kell figyelni, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára. Tehát az, aki nem rendbontó, elmegy a mérkőzésre, meg szeretné tekinteni még a labdarúgás jelenlegi állapotában is a mérkőzést, mert rajongó, aznak ne tegyük nehézzé nagyon a jegyvásárlást, illetve ne tegyük a tortúrát nagyon összetetté, illetve az ő adatait kezelni, minél kevesebb ideig kezelje bárki. Szerintem ez a két szempont, ez fontos lenne. Ebből a szempontból szerintem a 3 napra növelése a belépőjegyeket és bérletet vásárlók adatkezelésének, ez szerintem nem igazán érthető, tehát szerintem elég ebben egy 24 óra. 24 óra alatt bárki hazajut szerintem Magyarországon egy sportrendezvényről, azt hiszem, hogy onnantól pedig, hogy az oda-vissza útat is itt kiemelték, hogy az ott történt cselekményeket is vizsgálni kell. Szóval 24 óra alatt csak hazaér bárki bárhova ebbe az országba, ha csak nem fogadta meg, hogy mondjuk az utolsó meccse a hazagyalogol mondjuk, de igazából szerintem elég a 24 óra. És talán életszagú lehet az is, hogy én egy olyan csapatnak szurkolok, ahol előfordul az, hogy mondjuk megyünk idegenbe, és 2000 jegyet vásárolnak a vendégszektorban mi szurkolóink. Tehát azt, ahogy én kiolvasom a jogszabályból, kevéssé érzem életszagúnak, hogy mindenki személyesen tegye ezt meg. Mert én így értem, ami le van írva, de lehet, hogy rosszul értem, tehát akkor mondják el nyilván. Mert azt értem, hogy a kitiltást nem lehet máshogy ellenőrizni, hogy kitiltott személy ne kerüljön be, mint hogy ugye valaki, ha bemegy, akkor tudják egyértelműen, hogy az a belépőjegy hozzá tartozik. Ez oké, csak nem nagyon értem azt, hogy miért ne lehetne mondjuk másnak a személyi igazolvány számát és a nevét tudva, másnak megvásárolni egy jegyet valakinek. Hát nyilván ez úgy működik, hogy ilyenkor telefon. Volt nekem is olyan, hogy Nyíregyháza DVTK volt, nyilván hétfőn elindult az elővételi jegyvásárlás, itt voltam önökkel együtt a parlamentben, hát én nem tudtam sorbálni, telefonáltam az ismerősöknek, barátoknak, hogy vegyétek már meg a jegyet. Tehát én, ha jól értem, ha ez működik ebben a formában, ahogy önök előterjesztették, akkor ez nem lehet innentől, vagyis hát 2012. július 1-től, hogyha jól értem. Szerintem ez nem kívánatos, ebbe egy picit valahogy úgy kéne lazítani, hogy a vásárlásnál legalább lehessen egy oldotta feltételt biztosítani. Érdemes végig gondolni, persze az adatvédelmi törvénynek a szigorú betartásával, ombudsman ajánlása, sorolhatnám minden, kérdezhetném, hogy egyébként megkérdezték-e erről a módosításról az ombudsmant, adatvédelmi, de mondjuk mostanában nem nagyon vannak jóba, tehát... Aha, jó, hát akkor lesz még ebben dolog, itt hallom képviselőtársamtól. Minden esetre azt gondolom, hogy a Szerencsejáték RT-nek lehet ma Magyarországon olyan adatvédelmileg és minden egyéb szempontból is rendben levő rendszere, és elég kiterjedt az országban, hogy mondjuk ilyen elővételi jegyértékesítést meg tudjon oldani. Ezt ilyen megfontolásra ajánlanám. Ha jól tudom, akkor egyébként volt ilyen irányú gondolkodás régebben, vagy tadomány ebben a tekintetben. Sportrendészeti nyilvántartás. Hát igen, ebben azok vannak valóban a előterjesztés szerint, akik azért rendbontást követtek el valamikor sportrendezvény kapcsán, oda-vissza úton alatta. Én szerintem ebben a tekintetben adatvédelmileg annyira érzékenynek talán nem kell lenni, inkább azt tartom sajnálatosnak, hogy nyilvánvalóan ennek a személy összességnek a cselekményei okán kell ma egyáltalán ilyesmikről beszélnünk, kell erről a javaslatról tárgyalnunk, mert hogy akárhogy is, de mégiscsak nehezebbé válhat
a kijutás egy-egy labdarúgó mérkőzése. Ha a személyigazolvánnyal venné valaki a jegyet, tegyük fel, hogy elfogadják, vagyis bejutnának, így jutnának be a meccsre, akkor viszont még egy javaslat van, amit megfontolás tárgyává kéne tenni, hogy érdemes-e a szurkolói kártyát kötelezővé tenni. Ugyanis akkor ez semmivel nem több, mint az, hogyha valaki a személyigazolványával igazolta magát. Viszont egyébként, ha valaki nem vált ki egy szurkolói kártyát, mondjuk ha a klubja kötelezi rá, ha jól tudom, egyedül az FTC kötelezi egyébként a szurkolóit erre ma Magyarországon, akkor ez egy felesleges nehézség, mert hallottam olyanról, hogy valaki azért nem tudott bejutni, pedig egyébként nagymúltú Ferencváros játékos volt, mert amúgy nincsen kiváltva a szurkolói kártya, nyilván ez se életszagú. No, nem folytatom tovább, nyilván nagyon sok módosítót is igyekszünk beadni, meg jobbá tenni, az előteresítő célokkal egyetértünk, még egyszer mondom, nem biztos, hogy minden eszközzel egyetértünk, de azt látni kell, hogy életszagúan kell ezeket a dolgokat szabályozni. Tényleg olyan javaslataink lesznek, ami ezt segíti. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Megadom a szót Bánki Eriknek, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Örülök annak, hogy Varga László képviselőtársam támogatja ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását, még akkor is, hogyha van néhány olyan részletkérdés, amiben nem értünk egyet. Nyilvánvalóan arra van a parlamenti vita, hogy ezeket a részleteket végig tárgyaljuk, és megpróbáljuk egymást meggyőzni arról, hogy melyik álláspont a helyesebb. Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat kellő komplexitással kezeli azt a problémát, amely ma a stadionok, illetve a sportcsarnokok biztonsági kérdéseit illeti. Ugye az alapvető szándékunk ezzel a törvényjavaslattal az, hogy megszüntessük azt az állapotot, miszerint néhány tucat, vagy stadionok esetében néhány száz vandál tönkretegye családok ezreinek a szórakozását. Ugye Nyugat-Európában ez a jelenség az elmúlt 20 évben gyakorlatilag már végig zajlott. Mindenütt sikerült átállni arra a sportgazdaságra, amely tulajdonképpen kikényszerítette a rendet a stadionokban és a sportcsarnokokban, hiszen amíg nincs rend, amíg nem lehet nyomon követni a rendbontókat, és amíg nem lehet súlyos ítéleteket hozni, amelyel el lehet rettenteni azokat, akik mások egészségével, biztonságával szórakoznak, addig nem lesz pénz egyetlen sportágban sem. Ugye a Heysel stadionban történt tragédia volt az, ami gyakorlatilag rávilágította a fényt arra, hogy rendet kell tenni először a futballstadionokban, aztán pedig nyilván ezzel párhuzamosan más sportágak esetében is, adott esetben, ahol ugye fedett csarnokok vannak ott a sportcsarnokokban. Magyarországon több kísérlet történt már erre az elmúlt 20 év során, de egyetlen olyan átfogó komplex javaslat sem volt, amely kellő hatást tudott volna kifejteni ezen a téren. A mostani törvényjavaslatnak az alapja éppen azokon a nyugat-európai példákon nyugszik, amelyek sikerrel vívták meg ezt a küzdelmet. Ugye Angliáról beszéltünk, Hollandiáról beszéltünk, Belgiumról beszéltünk, ahol a legnagyobb problémák voltak elsősorban a labdarúgó szurkolók terén, és mára ezekben a stadionokban példás rend uralkodik, nincsenek rendőrök, önkéntes szurkolók biztosítják a önkéntes támogatók biztosítják a rendet, nincsenek kerítések, és még sincs balhé. Azért nincs balhé, és azért nincs botrány, mert a jogszabályok kellően szigorúak, és kellően gyors az eljárás, amelynek a végén a rendbontókat elítélik. A mostani törvényjavaslatnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy a korábbi szabálysértési kategóriát büntető kategóriává alakítja. Magyarul letöltendő szabadságvesztés jár azért, hogyha valaki a stadion gyepére lép, valamely olyan területére lép a stadionnak, amely a nézők elől elzárt területnek számít, illetve másoknak, szurkolóknak, játékosoknak a sérelmére bármilyen cselekményt elkövet. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a 2, illetve a 3 év számít, amely letöltendő szabadságvesztésre ítélhető, hanem egyáltalán az a szankció, hogy valaki akkor, hogyha rendet bont a stadionokban, akkor utána börtönbe kerül. Ha megint az európai példákat megnézzük, akkor nem több éves börtönbüntetéseket szabnak ki, hanem néhány napos, esetleg néhány hetes büntetéseket, hiszen a lényege az az egésznek, hogy az a szurkoló, vagy az a rendbontó, aki ezeket a bűncselekményeket elköveti, azt rövid úton, a lehető leggyorsabban lehessen eljárás alá vonni, és a lehető legrövidebb idő alatt szülessék meg az ítélet tárgykörben.
Tehát egyben én azt gondolom, hogy a törvényjavaslat tovább erősíthető azzal, hogyha a kirendelt bíró, illetve a kirendelt ügyész intézményét meg tudnánk valósítani. Én ezt most még hiányolom a javaslatból, de folynak tárgyalások arra vonatkozóan, hogy ezt meg lehessen oldani, hiszen ha valaki elmegy mondjuk a Stade de France-ba, a párizsi labdarúgó stadionba, akkor ott látja, hogy megvan az ügyész irodája, megvan a bíró irodája, és megvan a zárka is, ahova az elítéltet azonnal le lehet ültetni, majd onnan elszállítani nyilván valamelyik büntetés végrehajtó intézetbe. Tehát azt gondolom, hogy elsősorban elrettendő példára van szükség, hiszen mindaddig, amíg nem lesz komoly következménye, és nem lesz rövid úton gyors eljárás a rendbontókkal szemben, addig nem lesz értelme egyetlen jogszabálynak sem. A beazonosításra éppen azért van szükség, hogy az eljárás gyors és hatékony lehessen. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki sporteseményre megy, és aki ugye a törvény alapján kifüggesztett rendet elolvasva tudomásul veszi azt, hogy abban az objektumban térfigyelő kamerák vannak, amelyek nyilván a beazonosítást szolgálják, illetve a jegyvásárlás maga is úgy történik, hogy személyre szóló jegykiadás van. Ebben az esetben nem hiszem, hogy bárkinek utólag ezzel kapcsolatban problémája lenne, azoknak biztosan nem, akik szórakozás céljából látogatnak ezekbe a stadionokba. Tehát azt gondolom, hogy a valamennyi törvényjavaslat, amelynek módosítását javasolja most ez a csomag, ebben a formában, ha módosításra kerül és módosul, akkor érdemben tudunk előrelépni ebben a kérdésben, és azt gondolom, hogy akkor megvalósítható az, hogy egy éven belül a magyarországi stadionokban és sportcsarnokokban is rend uralkodjék. Minden egyes klubnak elemi érdeke az, hogy olyan közönség járjon ki, aki szórakozni akar, aki pénzt hajlandó költeni, és aki azért megy, hogy ott nem csak egy mérkőzésre, hanem akár egy teljes napi szórakozásra lehetőséget kapjon. Tehát én azt gondolom, hogy a törvényjavaslat ezt a célt tökéletesen szolgálja, és bízom abban, hogy elfogadását követően meg is hozza azokat az eredményeket, amelyeket várunk tőle. Köszönöm a figyelmet. Ügyrendben jelentkezett Varga László, az MSZP képviselője. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném kérni, hogy az ülés... Kicsit hangosabban. Igen. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt szeretném kérni, hogy az ülésnap végig lehessen módosítókat leadni. Igen, rövid technikai egyeztetés. Ennyit szedtem volna. Igen. Tehát holnap 10 körül a bizottság, úgyhogy lehetőség szerint igyekezzenek beadni, de akkor meghosszabbítom a módosítványok beadási határidejét az ülésnap végéig. Most pedig érdemi 2 perces hozzászólásra szintén Varga László, az MSZP képviselő következik. Köszönöm szépen, igyekszem nem olyan széttagolt lenni, mint az előbb, elnézést érte, de hát tényleg elég sok mindent én itt a módosítás. Tehát egészen konkrétan ugye, igen, erősnek érezzük ezt a 2-3 évet, én azt mondom, Bánki Erik sem erre utalt, azt mondta, hogy nem ilyen büntetéseket szabnak ki Nyugat-Európában. Akár néhány napos, mondjuk 30 napos is elzárásokkal büntetik, meg kitiltással azokat, akik rendet zavarnak. Meg gyors eljárásokban, de hát ahogy néztük a híreket az elmúlt években, hónapokban, ezekre már van precedens. Tehát ez az eddigi jogszabályok alapján ez működik, tehát ez nem indokolja szerintem ezt a fajta szigorítást. Egyetértünk vele, hogy a lehetőleg meg kell szüntetni a stadionokon belül a legkisebb rendbontást is, azért, hogy családok is kijárhassanak nyugodtan mérkőzésre. Remélem egyébként, és megedzem, hogy vannak olyan pályák amúgy, ahol ez most is működik, vannak ilyen stadionok. A szurkolók maguk mondják azt egyébként, hogy számukra a kitiltás jelenteni a legnagyobb büntetést, tehát ugye ők szeretnek mérkőzésre járni, tehát az ilyen típusú garázda személyeket azt hiszem, hogy ez is önmagába kezdeni, nem kell ennyire súlyos büntetés feltétlenül. Ugye a szurkolói kártya kötelezővé nyilvánítását a klub döntése alapján már az eddigi jogszabályok is lehetővé tették, eddig mondtam, ugye csak a Ferencváros élt vele,
Azt kell mondjam, és el kell tudni ezt is mondani, megismerni, szerintem nem feltétlen jött ez be. Tehát azt gondolom, hogy ugyancsak egyetlen klub élt vele, tehát nem egy átfogó, óriási rendszer megszüntetéséről van szó. Az, hogy kedvezményekre jogosítson egy ilyen kártya, ha valaki ki akarja váltani, akár mondjuk mobil flottához való tartozása, vagy egyéb sportboltokban kedvezményekre, szerintem fontos és jó dolog, de a kötelezővé nyilvánítása életszerűtlen, mert hogy olyan emberek, akik nem rendszeresen járnak meccsre, de egyszer-egyszer ki akarják,